Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Újra itt, újra én. Na, az van, hogy folytatjuk egy kicsit a Rimworld-ot. Colit nem sikerült elérnem, ezért döntöttem most a Rimworld mellett. Ugye most kint van egy mínusz 5 fok, sajnálatos mondom, megint kell kapnunk egy hideg hullámot. Hát amivel az Isten tudja, hogy mikor lesz a jége, de az a baj, hogy itt már mínusz 9 fok van, tehát itt most megint elkezdve kint elfagyni minden. Írja is, hogy szevasz fagyott. Úgyhogy... ki a fegyvert talán fadász, Lilla. Már egy kis fel, ki a építészünk, Vesztel. Eszter alszik. Mi lenne, ha ezt megjavítanád, majd elkezdenéd felépíteni a dolgokat. Mert itt Lilla jó 9 fokban van, de na. Akkor aludja. A közben itt készülnek egyébként a normál ruházatok. Hát mondjuk az egyik a silány lett. Ugye jó sejtem, hogy Maligbo normál az is. De most már menjetek aludni. Lilla az mire is képes? Ő a művészünk és a... ja, az erdészünk és a művészünk. De meg a földművesünk is. Ja, meg ő foglalkozik ugye az állatokkal is. Hector takarít, na ez jó lesz, itt szépen lassan haladunk, Lilla meg nem tud mit csinálni. Ja, de várjál, ő a művészünk, úgyhogy meg Jay, várjál, Jay. Te csak hármas művész legyél, és akkor inkább Lillát állítsuk a művészetre, úgyhogy Jay, te meg mit tudsz csinálni? De meg kutató vagy, és most nincsen kutatást tenni. Penicillin előállítást is mindenféleképpen tolalni kell, úgyhogy ezt meg visszavonjuk, és akkor Lilla, te meg te vagy a művészünk. És akkor itt ezeknél beállítjuk, hogy ne Jay csinálja, hanem Lilla a 9-es művészettel. Meg ezt is Lilla csinálja a 9-es művészettel, és akkor Lilla így jár lesz. Meg Lillát még beosszuk, mondjuk földműves erdész, tehát igazán van meló neki. Jó, már csinálja is a szobrokat. Kicsit gyakoroljon Lilla is a szobor készítésbe, ugye neki rögtön, tehát őt ebből a szempontból nagy hatást fogjuk venni. Legyártottál mindent? Itt kérlek, testvérem. Ja, már csak egy pólót kéne. Mi lenne, ha azt is megcsinálnál amúgy? Várjál egy kicsit, már kelleni fog. Aha, ne úgy, építéses ilyen cuccot kapunk. Legendet forró cuccot. Mindig nem rossz. Mondjuk ezt is gyárthatnád. Lilla seftelés ikletet kapott. Mondjuk jó olyan valami kereskedés egyébként. Mik ezek a... Ugye neki van a seftelés, neki meg van... közlekedés. Gyorsan veszem, most kicsit gyorsan megy. És mi lenne, ha gyártanál tovább? Jó, majd most már... Ajjaj, emberevő falk.
ennek a pár napig lesz emberevő rókák jelentek meg a környéken. Várjál, ez a... Nem erre akartam, Ciamci. Tehát, hogy állatok, nem, vadvilág, róka, róka, a kettő róka, ez a kettő emberevő róka van, Dorian. Nálad csak egy kés van, akkor te most ezt, és azonnal behozod. Akkor kiné van a fegyver. Malibu. Western. Kinek van még jó lövése? Jó, hát ő képtelen. Nem jó, nem jó, nem jó. Hármas. Akkor J-jel még fölveszünk egy normál sörétes puskát. Na, Western, te ott sérültél meg. Semmi extra. Ki a fegyvertelen vadász? Lilla. Akkor Lilla mi lenne, ha nem lenne vadász? Várjál, Lillának a Lilla. Ennek nullás lövészete van. Tényleg ki a izénk amúgy? Ki a gyerek? Ő a gyerek. Mikor született? Augusztus 10-én. Augusztus mindjárt születésnapja van amúgy. Emberölő falkát megoldottuk, úgyhogy Hector mindjárt születésnapja van, augusztus 10-én. Úgyhogy ott már lehetnek még érdekességek. Miközben itt a szobor, ahogy áll egyébként. Hát ugye a nagy szobor azt azért még gyártogatni kell. Minden szobában van szobor, itt is van szobor. Egész jól állnak egyébként. Jaynek van valami kis problémája, igazán nagy négy fal között. Jaynek egy kicsit itt építünk, hogy a márványvirág cseréből építünk ide nekünk két ilyen gyönyörű szép tüzet. Termelésnél most már van egyébként droglaborunk, amit fából építünk, mennyi fánk van? 170. 50 fokával, de hát építjük meg fából. Hát hova a rágba építjük meg? Majd megépítjük ide. Jay kutatgat. Megtörnek meg is mondom, hogy a spécsi, de ki a főépítésünk? Jó, most nem kutatunk. Építészünk, Western építészünk, most még rajtik. Jó, nem érdekel építs fel szépen, nagyon jó kis virágcserése. Neki az építészről amúgy, azt ne kéne szedni már dolgot Westernről amúgy, hogy másodlagos vadász legyen, elsődleges szakács. Az a baj, építés szakács egyben van, úgyhogy most Western inkább építkezzen. Építésből még szarul állunk, hiszen szarulánk. Rengeteg építeni valunk van és nem építjük fel. Nagyon rosszul állunk belőle. Közben egyébként itt a hideg hullám elmúlt, akkor kutatunk még valamit. Ez
egyszerűen töltőt, mondjuk, és a robotágyú kéne nekem. Meg tárt, oltó, színes lámp, túlépítőes kérén. Vízkerék generátornak sok használat nem viszont, mert nincs a mappon víz. Simplán és egyszerűen azokat megdöglöttek, de ne is hozzuk el, azokat majd lebontjuk. Ezeket ki vannak állítva lebontani, gyapot elrohadt. Rettentően örülök neki. Ezeket majd kiadom, majd a kutyák elcipelik. Fémsalag darabot is elcipeljük. Ide mehetnek fémsalag darabok? Darabok, fémsalag darab mehet, akkor majd a kutyák elviszik. Ezeknek kell kaja lassan. Nem lehet valahogy betűs engedélyezésre, igen, ezt nem lehet valahogy prioritálni, hogy ezeket vessék el. Kik a földműveseink? Dorian és Lilla. Lilla, te most mit csinálsz? Lilla az éppen elveti a gyapotot, és Dorian, te pedig játszik. Mi szólnál, hogyha ezt vetnéd el? Mert melyik a shift-tel tudok nézni? Vessük már el itt ezt nekik, gyere Lilla segítsél te is nekik már. Fát majd vennem kell, fával nagyon szarul állok. Majd itt fát is kell vetnünk. Igen, mert legyen nekik széna, mert egyébként meg nagyon problémás lesz a city. Jay gyerekek az úgy kutat. Jay-nek már annyira sok utat a kutatása, jobban érzi magát már ahol? Hát ott megy környezet, meg ilyesmiket megkapkodja, de egyébként jól érzi magát, Lilla. Mi? Ó. Ja, állandó mínusz 10-es szorzója van, mert Lillának az egészségben falábfeje van. És a karakter meg protézis fóbiás. Hogy Lillának nem könnyű. De van füvesztég, de most nincs, de ott szokott lenni, úgyhogy majd. Ezt most kapcsoljátok át. A átkapcsolás az... Bocsi Lilla, de... És Dorian meg ha fölkelt, akkor majd ezt elvégzi. Dorian az építését mindig elfelejtem. Hát 14-es Western vagy Dorian. Hát kéne nevezni a karaktereket úgy, hogy tudjam. Csak azért, hogy töltődjenek fel az axik. Akkor röhetéd robotágyú, és csak 500 pont, hamar megveszünk vele. Mert így a egy ziznél nem fog lecsapódni. Oké. J. Leesett lábról. Ne, öld meg a kutyát!
Miért tölted meg? Hogy hívták a kutyit? Becsukó. Na hát akkor... Várjál, őt nem tudom... Hát őt megenni tudjuk. Ne már, is megölte egy budi medve. Egy darab nyúl van az egész területen, meg bejött valahonnan egy medve. Jóval most megesszük majd a kutyánkat. El kell temetni, amit nem tudjuk eltemetni. Állatokat nem lehet eltemetni utána. Ó, de jó, csinálja, hogy képítget veszten, ahogy nem csinálj. Látogató! Nagyon jó, és lehet velük kereskedni. Lilla... Seftelé, Lillával fogunk. Gyeretek, Lilla, te most jól tudsz seftelni. Na, seftelünk. Van náluk pemikán, gyógygyökér kivonat, meg mafrúgyapjú póló normál van náluk, de van 200 ezüst, tehát ezt kihúzzuk belőlük azt a 200 ezüstöt. Méghozzá a silány... Silány cucc nekem nem kell, úgyhogy silány cuccokat eladjuk. Silány cucc nem kell, szóval nagy drág normál, de 67%-os, 78%-os. Szövet télik a vált normál 97%, a szövet sapka. Hát jó, hát kiúsztuk belőlük, amit ki tudtunk. Remélem pont lejárt egyébként a seftelése. Hát egy kutyussal kevesebb. Az a baj, hogy labradudlit kéne vennünk. És ennek érdekében egyébként azt tudjuk csinálni, hogy lehet építeni, illetve ki kell kutatni a kereskedő állomás valami ilyesmi. Vagy azt alapból tudok csinálni? Hogy kell egy gyógyszergyártás, csak kell hozzá a mikroelektronika. Várj, azt lehet, hogy tudok csinálni. Na, menjetek, menjetek. Lehet, hogy tudok már most kereskedőt. Tudtokat csinálni. Szövet kell, hogy van szövetünk. Van, akkor dobjunk már egy milliárd, azt tart nekik valahova. Kell egy ilyen közösségi szobát építeni. Bútorzat nem, mind kell egy lámpa mindenféleképpen, minimum, meg egy... egy széket is leteszünk, meg már van gyerekszerepet két oldalra. Valahol kéne lenni biztonság, egyéb. Automna, hol van a izé, rögtönzött vízütöték generátor, hogy a mikroelektronikával kapjuk meg a... A halkommunikát korridor, meg az orbitális jelenlőt, akkor következő mikroelektronika lesz. Hát nagyon sajnálom, hogy meghalt a kutyi. Sűrűn kéne nézni itt a vadvilágot egyébként. Hát ott is hagyom, hogy mindig frissítse, azt látom, hogyha valami jön. Jó, mert kajánk van egyébként tej. Ja, igen, mert tényleg, mert a dromedárok tejet adnak. És ugye 20 fokot csináltunk itt nekik bent, ez tök jó. Csak ugye...
nekik az a bajuk, hogy ők jelenleg most nem állnak valami nagyon jól, mert éhezgetnek, de így... így majd szépen lassan ugye föl kell a nap, akkor itt elkezdenek nőni. Föl kéne tenni azt a modot, ahol tudok csinálni ízét. Táptalaj. Ekkor te mit csinálsz? Eltakarítjás, miért? Te nem tudod ezeket megcsinálni? Oké, okay, csak a mikroelektronikát is kutatjuk. Jó, gázik Western egy kicsit. Művészet Hector. Pont Hector kapja a művészetet. Hát most igazándiból 4-es művészet van. Erős. Fegyvert sikerült már gyártanunk? Nem. Van a buta, mit csinálsz? Kőtömböt faragni. Mit szólnál neki, ha nem kőtömböt faragnál, hanem ezt csinálnál? Lehet ezt valahogy priorizálni ezeket a munkákat? Ismétlés... Nem lehet, de mit szólnál akkor, hogyha a Manibúnak azt mondanám? Hogy ugye, mert ő a izé miatt kezd el, ő bányász és kovács. Igen, kovács majd akkor így fogja nyomni a dolgokat, meg a kovács, meg a szabók kettet. Akkor neki fog állni, és akkor azt is fogja csinálni, nem csak állandóan a kőtömböt farag. Ugye azért csináltuk, hogy a kőtömb kellett nagyon. Na nézzük, hogy hogy megy a kutya, hogy kutat már itt a csávunk. És amúgy azt akartuk megnézni, hogy Jay-nek a kutatása már menni. Úgyhogy kell nekem egy Jay, és akkor karakter, és akkor 17-es kutatása amúgy iszonyan durva, iszonyan durva. Nagyon jó kutatná a csaj. És egy kicsit a nyúl sarki nyúl. Jó. Ja, jó minőségű szőlőtes puska, meg egy normál minőségű vadászpuskát gyártott eddig le. Jó van, kell némi fegyver, meg ugye ezzel is lehet kereskedni. Nyilván nem szabad tudod elből inni. Ugye jelenleg azzal van a probléma, hogy ugye kell nekünk termény. Ugye itt a rizsnek kéne nőnie, ugye egy széna nő. Van egy hatalmas gyapott földünk, egy kukorica, kender, gyógygyökér, rizs, meg egy kis rizs nő. Hát ez még ugye 43% kifejlett, és jó lenne, hogyha kicsit gyorsabban nőne kellene, nagyon kellene a... És akkor ez meg így bejön, és akkor majd a, ugye tudok építeni már a biztonságnál elméletek robotágyút. Így is van. Három alkatrész kell, itt három alkatrészünk van, és ezt a robotágyút is tudom én fel tudom állítani, itt hiszem azt mondjuk ide. Jó. Ide, és energiát építünk. Így, és ide megteszünk egy kapcsolót. Így, és akkor a biztonságnál egy homográkot fogunk ide lerakni elég. Igen, meg... De és akkor ezt meg a kibányást is. Jó, és akkor ezt itt lekapcsoljuk. Ugye ez egy ilyen kis alapbiztonsági rendszer, ugye ez addig jó, míg innen jönnek. Ha innen jönnek föntről, itt akkor már para van.
kopara van, de majd mindent meg fogom, megpróbálunk majd megoldani, lehet, hogy teszek egy kicsit ide, és ott hátterük, hogy valami, akkor majd innen lőnek, vagy ide majd ilyen mesterlövész tornyokat lerakunk. Na hát szépen, szépen. Egyébként nem állunk rosszul, azt kell mondani, nem állunk rosszul. Vadvilágra ránézünk, kőszálli kezd, a sarkodó nyúl, kőszálli kezd, jól van. A dromedárjaink azok egyébként nőstény, mindig kettő nőstény, az is megszeret. Semmi nem tud szaporodni ebbe a világba, amúgy semmi. Hát nagyon sajnálom a kutyit, majd venni kell egy labradudlit valahonnan, most a mikroelektronika meglesz, akkor kicsit jobb helyzetben leszünk. Kicsit jobb helyzetben leszünk. Na, rendeljünk meg megrendelés a penicillin gyártásához mi kell. Két neutron, amink kell hozzá. És neutron, amint azt honnan szerzünk. Neutron, amint azt honnan szerzünk. Várjatok, Rimworld, neutronaim. Rimworld. Igen, crafting, ezt honnan lehet honnan lehet ezt beszerezni? Rimworld Wiki, neutron, amin, itt van medical item, medicine, droglaborba egyébként lehet gyártani, akkor ez kikutatható. Akkor ez kikutatható. Amfetamin gógyúz. Kokain amfetamin gógyúz. Kokain, penicillin. Igen, csak a penicillinhez maláriára, akkor pesticiden jó, igen. Neutra, nincsen keresés, vagy ilyesmi. Vagy erre lesz valahol neutra, amin előállítás, vagy ilyen a kéne lennie, nem? Kémiai üzemanyag, Gautari oltóhab tarack. Én jelenleg itt nem tudok előállítani neutronamint. De most mi fogyassza az áramot egyébként? Energia? Ahogy ez. Ezt megint kapcsoljátok már át egy kicsit. És itt megfordulunk egy jó kis steril szemtét ide letolunk. És itt megfordultuk a mondjuk a mármely tartó lap, akkor ugyanúgy márványjal fogjuk folytatni. Aha. Oké, Lilla.
vagy a célpont, Dorian nem Jay kell nekünk ide, Mike kell nekem ide, és Matt kell nekem ide. Oké, senki nem kell sehova. Mindenki azt csinálja, hogy akar, Lilla, te is. Belement a csapdába, rip neki. Vadvilágba sarkinunk viszkálni, kecska anya van még. Hogy áll a dromedár? Szükségletbe? Jó van, még van neki napfogyatkozás van. Jó idő van, szépen nő a termés, 61%, 47-27%. 20%, 24%, 61%, 59%, átadjuk sajnos 25%, fák azoknak a 3-ak, de Dorian szépen ültetgeti őket, úgyhogy nem lesz vele baj. Lehet, hogy ezt vissza fogom kapcsolni, meg ezt is. Lehet, hogy még egy ilyet, mert energiába bírjuk. Csak hogy legyen termelésünk. Mert most már azért kezd egy kicsit szükségünk lenni rá. És ugye el kéne kezdeni ezeket a falakat egyengetni, viszont ezeket ugye olyan ember csinálja, akinek építése van, ugye? És nekem ahhoz a beosztáshoz az építész kellene, aki pedig Western, aki... aki ugye épít jelenleg amúgy. Most ugye a steril csempét húzza föl. Mennyi védelmet ad egyébként? Fedezék hatigon 157%. Ilyen barikádot csak fából lehet építeni. Ó, hát lehet márványból is, hogy szólok hozzám, azt mondom, hogy a márványból mellé. Hát ha úgy van, akkor ide is dobjunk egy kicsit, ide is dobjunk egy kicsit, azon is lehet az a helyet elszakadni, hogy egyik ilyen átjárónak. Dorian meg mondjuk ezt mondjuk vendelőre is ezt csináld meg. Megépítünk akkor már egy évnél van talán a krematórium. Már jól a krematórium. Itt van a krematórium elektromos, és ezt mondjuk márványból. Van szerződöm már, mert falából építjük, van egy túl falánk, falakramatóriumot építünk, és ezt nem máshova tehetjük le egyébként, mint hát így ott egy blokkot hagyjuk ki ide, és akkor ezt majd most mit csinálsz, két ember karakter, mondjuk építsed fel akkor azt, napfogyászodásnak vége van. Augusztus 10-e van. Ó, várjál, Hectornak szülinapja volt, nem? Mikor születtél? Augusztus 10-én pedig. Augusztus 10. Az van beírva. 17 év, 3 év, csak 14 nap lesz holnap. Kíváncsi vagyok, hogy mit küldt le neki, vagy mit nem. Vagy nem 18 éves korában kapja meg a ízét. Hoppá, jött egy szállítmány. Ne úgy valami.
Na, Western test. Jó, akkor nem érdekel, hogy most jó, akkor Hector. Hector meg Jay. Ketten nincs meleg ruha, akinek Lillának. Hát mi az, hogy nincs meleg ruha, vedd már fel ezt. Meg itt van egy remek sapka, azt is 20 fel. Van már meleg ruha? Van meleg ruha. Nem is értem, be is állítom itt a felszerelési dolgokba. Aktív küldetés. Na. Poli visszért közben, hogy nem fog ráérni ma. Úgyhogy... Úgyhogy nem árkozunk. Na és akkor itt vannak a felszerelések kezelése. Jó, új felszerelés. Ezt nem vehetitek föl. És mindent felvehettek, de... Csak is, mit tudom én, olyan 70%-os állapotig, és azért legyen normális, legendás, jó? És akkor ez lesz a 70%, nem tudok így százalékot írnem. Jó, nem tudok, 70%. Normál. Jó. És 70% normál, 70% normál, 70% normál, 70% normál, 70% normáltól és 70% normáltól. Jó, és akkor drogszabályokat kezeljük, új drogszabályokat hozunk létre. Mégpedig függőknek lehet bármit, luciferiumot, amfetamin, gojuice-t, nem crack, kokain, ambrosiát, sem füves cigit, sört lehet. Jó. Hát maradjunk most a könnyű drogoknál, jó? És akkor majd itt át fog öltözni az egész kolónia normál ruhába majd. Ez a küldetés meg... meg ugye majd lesz valami. Na és akkor épület körzetek és raktár körzetet hozunk létre ide. És ennek a raktár körzetnek azt fogjuk megmondani, hogy itt semmi nem lehet. Csak nyersanyagokból, a növényi anyagokból a kenderlevél, kokalevél és a komló, ez kritikus prioritásba, és a építő ruhánt, a fegyverek tárgyak, relikviák, kütöműk növény anyagok, nyers anyagok, nem érdekel. Hol van a... Mibe tartozik az a szar bele amúgy? Na mindegy, ide legyen még itt gyógyszerek.
Elállított gyógyszerek, minden gyógyszer lehet itt, és drogok is lehetnek itt még hozzá, a sör, a kokain, a füveszi, a fekete, a crack és a amfetamin. Á, ne utánam én is kell, meg a sör alap is. Oké. Okay. Jó. Ó, hát így gyártjuk a penicillint, amúgy. Várjál, ennek is kritikus van, nem ennek normál, akkor miért tudod azt? Már ennek is meg kritikus. Parti! Várjál, raktár, penicillinet is lehet. És penicillint a szállítunk elő, amíg nincs meg a... mit tudom én, abból egy... 30 darabot. Oké! Okay. Na, alakul a molekula amúgy, hogy állnak a dromedáriaink, szükségletek. Jó, tudom ítani egyébként, csipekedni lehet őket betanítani majd. Engedelmességre, betanítjuk őket végül is, művészet Dorian. Doriannel is egy problémánk van, hogy mondjuk ő jó. Igen, Dorian az hova van beállítva? Fölnyűvelés, Szabó, hát művészet Ravó Lincoln betűtötös neki. 11-es, még itt van egy 10-es művészünk már, aki ráadásul tehetséges, és mi a villány. A villány, akinek vannak szükségleti problémái. Ja, hát itt a protézis dolga, sötétben mínusz 5. Mesztelenség, miért a mesztelen lőző? Nem tudom miért mesztelen. Lilla, kapsz egy jó szobrot, mit szólsz hozzá? Egy remek szobrot telepítünk a szobába. Jó lesz? Mocskos a konyha, ne szórakozzál, mert semmilyen kockázunk konyha nem mocskos, de értem, mert jövő sokat az mindenre nem megyünk. Ha lesz kereskedő hajók, akkor jó, mert ugye akkor sokkal, tehát a kereskedő hajókkal sokkal egyszerűbben lehet kereskedni, mint egyébként. Hektorunk még mindig nem nőtt föl. Tehát akkor hány éves korban nőnek ezek föl? 19? 20? Ugye emberre is jobban szert teszünk meg ilyenekre, bár már valamikor lassan azért elkezdődik itt a izé. Hát ez nem nagyon fognak nőni. De amúgy ez mennyi ennek a nyírfának mennyi, azt is tudok a bírák. Hát nulla foknál egy is idegek külön sebzést okoznak. Lilla, de mi az Isten tudnák rád adni amúgy, hogy mesztelennek érzed magad? Várjál, holmi? Télik a bács szövetpólóra. Ja, nadrág! Nadrág! Nadrágot kell gyártani. Várjál, 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 várjál. Gyártunk nadrág. Malibu, mennyi? Barjál neki valami nadrágot? Gyorsan, mindjárt Lilla, kapsz egy nacit. Milyen lesz? Jó, minőség. Na, Lilla, úgy vett fel. Na, mindjárt nincs esztelenség. Jó van. Igen, mert ugye a korlátozások miatt... Ó, oh, várjál, várjál, rendelés. Megrendel, tetem elhamvasztása, igen. Örökké, de részletek. Emberi tetemek, állati tetemeket ne hamvasszuk el, a friss tetemeket megint ne hamvassuk el. Ne hamvasszunk el állati.
De rohadtat, igen. Gyarmatos petek, nem idegen, ember idegen. Idegen tettem ezt. Tudjátok, itt most semmit ne halmazzunk el, jó? Tehát, hogy akkor ezt most így leállítjuk. De viszont ruházat elégetése ilyen lesz, örökké részletek. És olyan ruhát égessünk el csak, ami mit tudom én... Ne, egyelőre semmit, jó? Tehát egyelőre semmit ne csináljátok vele. Kapcsoljátok is ki, ne fogyasszék feleslegesen az áramot, teljesen nonsens. Nem kell most nekünk még ez. És talán egy kicsit még adhatok ki parancsot, hogy itt mondjuk bányászkat. Meg ide is kéne csinálni, ezt is bontjuk már le. Meg ezt is mondjuk, és ide is csinálok egy ajtót, hogy egy kicsit tudjanak menni a kolonista embereken körbe menni. Hőmérséklet 21 fok, bent teljesen tökéletes, ezek itt nőnek közben amúgy. Amúgy is teljesen tök jó. És lassan megvan a mikroelektronika is, ami ugye majd jó lesz nekünk. És akkor mindenből rendelünk 22-t. Világ, jávoltan kezdtem jóval, jól van, nincsen semmi olyan, ami még baj lenne. Itt van egy kis járás, és mit szólnátok hozzá, ha kibányász már. Mert most egy ilyen négyes járás lesz, úgyhogy egy kis. Sokat fogtam. Miből van a legtöbb palából? Na nem baj, ugye ide még szobát akarok rakni. Mindegy, itt még úgy is lesz majd hátul valami. Honnan majd csinálunk a hátra valamit. Feljétek el. Elfőtted egy szintán, vagy... Majd ugye majd, ha megvan, mindjárt lassan megvan és felépítjük ugye a dolgokat. Nem, mert van még egy szint is, amúgy vasunk is van még. 2000, jól állunk, 30 darab penicillin le van gyártva. Újra megértem, női pszichológus gondolom. Hát ez most igazából egész jól áll a panóniánk. Remélem Jay befejezi már ma a kutatást. Hogy áll amúgy már fejlődött a kutatás? Neki nem még mit lehetett, hogy még kell neki sok pontot fejlődni. De csak átlagos benne, ezért fejlődik rossz. Ha tehetséges lenne benne, akkor már sokkal jobban járnánk. De Jane nem fejezte be ma. Úgyhogy ez van. Küldetésből van itt nekünk egy béketárgyalásunk, egy energiapajzs remekes, és egy valami present of... ja, ízé, tehát a űrhajó elmehetünk oda és elhagyhatjuk a bolygót, de nem akarjuk elhagyni a bolygót. Jó, valami növény beérett egyébként közben. Lehet, hogy itt is az egyik felét rizsre kéne majd átalakítani. Vagy, így is van most, és körzetek kell. Ide csinálunk egy másik kertet, és igen, azt mondom, hogy akkor ide megyünk.
Hackers. És építés, parancsolok, körbetekkel. De meg, építetek mondjuk szomlót. Építeteket szomlót. Építés kert. És ide pedig. Művészeti követet tettünk. Ide pedig csináljatok mondjuk kendert. Ide pedig csináljatok mondjuk kokaterjét. Kicsit farmozgassunk. Jamie-re sérült meg? Mi történt? Valaki látta? Ember fogok ember. Majd összeállt, fogadjunk össze a kettőt. Fogadjunk össze vesztek. Szociális. Azt rivád. Ezt olvassátok, nem olvasom fel. Nagybácsi, téma szexuális preferenciák. Denevér névvel élette Jake Western. Ezt ezeknek minusz 30-es a kapcsolata, érted? What the hell? Gyerekek, miért? Amikor azt gondolja, az ember tök jó halad, akkor így a kolonisták egy kicsit így ideálnak. Felkelti, jó, és akkor építmények, valahajtó legyen, vagy milyen ajtó legyen. Mi ez a márvány ajtó, legyen márvány ajtó. Betegségfertőzés, oké? Jó, hát el kéne látni a fertőzést. Ki az orvosunk? Orvos. MJ az egyik orvos, Hector a másik. Hector azonnal. Jobb lábán van a fertőzés, csak érje túl, mármint hogy menjen túl. Gyapot elrohatna megint, hogy miért rohadj el a gyapot? Érdekel engem most. Hátsó mentőkabin. 26 és 24 óvonitól fog élni. Kazuko!
Hát megmentjük. Kazuko! Hát majdnem Kazuke. Hát hol vagy? Hát itt vagy. Hát még a hajad is stimmel. Igazándul alkoholista vagy, kannibál, meg túl okos, tehát semmire nem vagy jó. Ez valaki kifeje. Semmire nem vagy jó tulajdonképpen. Van egy normál, meg egy, van egy szövetinket, meg egy disznóbőrnadrágot, biztos kényelmes lehet. Igazándiból megmentjük, mindenre alkalmas, de semmiben nem jó egyébként, de mindenbe alkalmas, mindenre jó. Kicsit bányászni be lehet fogni, meg amúgy cipekedni, meg takarítani. De ő is még gyerek egyébként. Ha megmentjük. Mentsük meg, csináljunk ide, rakjunk le ide egy ágyat gyorsan. Ez egy jó minőségű ágyat ide letelepítünk. Ezt lesznek a kórházi ágyak. Ezt megmondjuk Westernek, hogy ezt tedd meg. Igen, és Doriannak meg megmondjuk, hogy őt meg... Hát megmentjük, azt rábízzuk az ura, hogy jön-e vagy nem, hol volt. Ó, baszik, Kazu elvesztett tőled. Kazu eltűntél! Hát? Jó, hát akkor mindjárt beteszi Westernbe be állít, és akkor betegnek, és akkor Doriannak. Egészsége, vágás, lefelés. Ja, várjál, most nem tudjuk megmenteni. Essé már össze egy kicsit. Hát így már fogolynak visszük fel. Oké, ki az orvosunk? Mindig elfelejtem, hogy ki micsoda abunknak, föl fogom magam kiírni. Ki az orvos Hektornak? A Hektor, te most mész, és azonnal ellátod. Jake. Dorian, te mehetsz dolgodra. Kazuko, pedig fogoly vagy, úgyhogy... Gnániból ellenállás, bozás, mert segíts, hogy bozás is ilyen maradék ellenállás, hatan cselekedik a boradók. Ennyi a szisztéma, és kéne nekünk szipekedésre dolgok. Hogy állnak a dromedárjaink, mint szükséglettel? Viszonylag jól. Álltak már jobban is. Ó, nézd, mennyi járda van, még itt csinálunk járdéból valami időt. Valami kis szorgocskát. Hát, ha még ott is van. Nincs meleg ruha valakinek. Itt is van még egy kis járda egyébként, ezt is ki lehet szedni. Nincs meleg ruha, kiné nincs meleg ruha. Semmi probléma, renderünk, és akkor mindent ezt szövetből rendeljük, úgy is szövetünk van, tehát hogy ezt minden manipulán kiadjuk, hogy majd azt a fölkelti, akkor gyártogass be a dolgokat. Mondjuk örülnék neki, ha a szövetet használnál amúgy, nem pedig bőrt, mert a szövet az jobban szigetel. Mocskos konyha, de miért mocskos a konyha? Tök tiszta. Már lehet, hogy a kőtömbbe felett el kéne zárni egy ajtóval. Kéne csinálni külön egy konyhát, de most... Why not? Miért?
Na, Jay, te meg kutassál már. De várjál meg, Jay, súlyosbetegség. Jay, súlyosbetegség. De nézzük meg, hogy hogy áll a fertőzés. A súlyos. 79% és 76% immunitás. Ez rosszul nem tetszik. Ez minden Jay nekem meg ne hallja. Azonnal menj és feküdj le. Pihenj fel, gyógyulás. Steril csempe van. Oké, okay, és Hector pedig jössz, és ellátod szépen Jay-t. Már ellátást igényel. Úgyhogy szépen fogd meg magad, és lásd el. Jó, itt 100%-ot lett. 86, 81, nem jó 5%-os. Ó, 82, 86, 83, 87, érd utol vagy meg, érd utol? 88, 86. Á, 89, 87, nem figyeltem. 88, 89, 89, 90, 90, 90. Jó, elmetek, jó, ez éhítség. Ki akar én nem kikréjezni. Hát egyéb már hülye. Gyerünk, 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 aj, de imádom a múlt, 93-95, na jó, nagyobb az immunitás, ne hallj meg. Jay, ne hallj meg, ne hallj meg, kérlek. Nem érdekel, mi égel, 93-96, 94, 90, gyerünk, 90, gyorsan. Na, hol robbant már fel ez a szár? Bányát, parancsot, hogy ugye hogy van ez az új szakasz, így, és akkor ugye ez 4 éves, mi? Tehát ezt így... Dáig, meg ezt is így... Dáig. Kéne bányászni. Tartjuk már meg. Itt most van bent 130 fok. Ugye a tűz miatt ugye lett itt egy kisebb... Na. Jay. Egészség. Kialakult az immunitás között. Na hát viszont most mindenki más beteg egyébként, és itt különböző égéshelyeket szenvedtek el. Imádom. Imádom! Legjobb helyen történt ez a szar. De miért van már megint erős havazás szeptember 2? Ősz van, egy erős havazással kezdünk. Nem nőttek meg a szénák, érted? Amiket be lehetne aratni, de... Építés, parancsok, betakarító opció. Vadvilág, mafaló, külszár, kicsi nyávosszár, amikor nincs semmi veszélyes most. Ja, az isztől ment le, ugye. Jó, van, gyógyulgatnak az emberek, ugye Lilla is helyre fog állni hamarosan. Építés, hogy miért szép, hogy ez a dobó már védelje a radiátort, hogy miért tartás képes. Ugye itt Lillánál van 21 fok. Ugye Lillának van még némi égése, meg Manibunak van egy egész
ugye ordonálsz, az semmi lényegtelen. Na takarítsátok be, mielőtt minden elfogy itt ebbe a hitén. Na végre befejezted! Akkor mondjuk nyomj egy kis sörfőzést. Most kéne, de hogy nyomj egy sörfőzést. És a legjobb, amit építhetünk, az az orbitális jeladó, ami ha ide letesszük az egész raktárunkat, befedi. A következő orbitális jeladó ide kerül, a következő orbitális jeladó ide kerül, és ide is kerül egy. Úgyhogy ezekkel fogjuk tolni. Közben megjött a kisa. És építünk egy kommunikációs konzolt, de ezt hova építjük? Aha. Aha. Tényleg itt mi van a foglyunkkal amúgy? A kukóval. Fogolj, csevegjét, tobolt. Tudod, hogy itt ellenállást törülnék meg nálad, jó? Ó, hát te most itt fázol 0 fokba, mi kaszú? Cica? Mosdó van a cica. Mondjuk Manibú, ezt vedd már előre, készíts már el gyorsan ezt az ötéket. Nem rosszból kérem, csak... megvagy a... Mindig rossz gombot nyomok. Hector művésziklet. Jó, Jay felépült közben, és ugye befejezte. Kéne nekem egy szobát építenem valahova ide, úgyhogy itt mindjárt kísérlek egy parancsot, hogy ezt itt kapirgáljátok ki ezt a helyet, és akkor itt lesz ilyen kommunikációs, konzolos téma. Vágom, hogy minden elfogyott, akkor mondjuk egyenlőre azt mondom, hogy hol van ilyen, hogy visszavonás, visszavonás, itt visszavonok mondjuk ezt. Csak hogy nehogy rászakadjon valakire itt a cucc. Szóval amelyik őtök amúgy megépíteni, nem rosszból, senkit nem akarok én bántani. Ez betegség hol? Kazukónál. Ülés, súlyos. Most már jó idő van benne, most már egyfelől a hőmérséklet. Lássátok el szépen. Kazukó. Úgyhogy megjött Kazukó. Nem tudom, beáll-e hozzánk, mondom, semmire nem jó, szegénykém. Ráadásul még fiatal, űrmenekült nő. Semmire nem jó Kazukó, de van. Szerjük el. Most a húzunk fogyasztán, úgyhogy kéne vadászülés egy kicsit. Igen, mondjuk ez lehet erős az a mennyiségű buffaló. Inkább ezeket a jávorszállásokat vágjuk le. Hogy áll hogy áll emberünk, a állattartós emberünk, hogy áll anyas 12-es Western. Neki adnánk egy sörétest, egy kiváló minőségű sörétes puskát most. Mi van nálad egyébként? Egy vadászpuska normál. Legyen egy vadász sörétes puska, ami jó. És ugye meg energiát kell ebbe, hogy
karaván érkezik, de jó. Oké, ne csinálják semmit. Ki a... Várják ki a ki nagyon jó kis... Aki felügyelőből jó, mert ugye annak a legjobb a szociális képesség. Itt van egy 10-esünk, 9-esünk, hát akkor Jay-nek már 10-es, akkor Jay, kereskedjél vele velük. És itt tudunk eladni, meg vásárolni tőlük. Na! Kéne nekik, van náluk jak. Három darab jakjuk van, egy nőstény, egy hím, meg még egy nőstény jak. A jakok mit tudnak? A jakok mínusz 45 fokig jók. Nem tudom, mire lehet a jakkokat betanítani. Egyébként pemikán van náluk hús, alpaka, elefánt hús van náluk. Például mondjuk vegyük meg az összes elefánt húst. És érdekli-e őket? Normál méretű palaszszobor érdekli. Nagy, remek márványszobor is érdekli. Faágy, a kis érdem, márványágy jó, márványágy remek is érdekli. Kutyapőr dupla hálóság normál van nála, érdekli az arany van nála, sisakok vannak, normál acélecű sisak, kipercsolva csak a silány, eladjuk neki. Szövetcsapka remek marad, normál szövetcsapkában van kettő marad, bőrtéli kabát normál marad. Egyelőre és a silány dolgot eladjuk nekik, az nem kell. Szövet is van nála, azt is tudnánk tőle venni. Fejlett alkatrésze nincs, alkatrésze viszont van, 39 darab. Meg van neutron a minja is, itt olyan drágán legyen egyébként. Tudunk neki rizst adni, meg ilyesmi, szerintem most így megelégszek ennyivel. Úgyhogy kihúzunk belőle 47 darab dollárt. Nagyon, nagyon remek helyen adtuk el egyébként a dolgokat, mert most hozhatjuk be. Nem tudom felfedezni. El is tudod majd szállítani? Nagyon remek. Nem tud cipekedni, Dorian. Nem érdekel, hogy aludni akarsz, cipeljétek elfele. Cipeljétek elfele nekem itt a húst. Jön valami dögosz megeszi. Hector cipel Western, nem képes cipelni Malibu, cipel meg Dorian, meg ezt cipeled, mert elmetek ezzel már el van cipelve az össze. Szén elfogyott, nagyon jó, Gris elfogyott, gyapot elfogyott, minden elfogyott, nagyon jó, nézzétek meg, gyönyörű, 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 fa elfogyott szintén egyébként. 15%-nál nem nő. Még addig, ameddig így marad. Nem érdekel, széna 51% kifejleszt, beosztás, nem építés, parancsok, betakarít, nem tudom semmit betakarítani. Remek! De legalább a dromedárjunk melegen vannak, és ez is itt haladgat. Ide már le is rakom most gyorsan a izét, a bútorzatot, nem, egyébnél van a kommunikációs konzol, majd ott fog helyet kapni. Ezt meg is mondom itt a csávónak, hogy vedd előre, azt meg ott azonnal fogjuk bányászni. Építsek meg ezt a kommunikációs konzolt, mert nekem szükségem van arra, hogy én itt tudjak kereskedni. Energiát bírjuk. Ki az építésünk? Veszem. Építsak fel a kommunikációs konzolt, tegyek.
találjuk el köt, puf. Na, hogy áll itt nekünk az ukó? Fogolj, mint olyan, 6%-os az ellenállása, mert van egyébként valaki, aki felügyelőnek van beállítva. Ja, bányászunk, legyen egyet felügyelő. Beszélgessél vele egy kicsit, meg vigyél neki egy kis ételt. Jó leszel nekünk hordának az ukó. Na nézzük meg, hogy hogy van a Lika. Rossz véleményt kapott. Tegyünk jól, nem teszünk most rá. Kazukó majd jól lesz állítgatni. Tehát ugye bármelyik nagyon jó ezeket itt bányázgassuk kifelé. Alkatrészek, ez a kettőket adnak, ez 2, 4, 6, 8, 10 darab egyenlőre. Veszünk nekik egyet, ez milyen? Ez egy kicsi szobor, ez egy jó kis, jó szobor. Ezt betesszük ide nekik, hogy egy kicsit boldogabban legyen, hogy szóltak hozzá. Ez meg egy normál szobor. Ez meg nem érdekel, nincs meleg ruha. Jöjjek meg ezek, nincs meleg ruhájuk. Itt nem sok szövetünk van. Nem sok szövetünk van. Nem baj, a kutya legalább ford. Lilla itt tanítgatja közben a dromedárokat amúgy is tüzelni. Mászkálni. Hogy áll egyébként ezeknek a szelidítése? Szidomítás 4x5, vagy 3x5, mert még a szelidítmény, még a megszelidítésnél tartunk 5x5, ő már mondjuk engedelmességre akarjuk tanítani, és utána tudjuk mondjuk a kitekedésre őket befogni. Miből van? Palából van 745, és a szintén ki nem találhat el, akkor a palapalat fogunk beépíteni. Lilla nem tudsz mit csinálni, ja nem tudsz kitekedni, állj, akkor tedd be, akkor neked valami kutatást, De mert az már fejlett rabal a szarkám. Meg ehhez is. Meg a kémiai üzemanyag. Why not? Legyen a kokain. De Jay amúgy be vagy el. Ja, mert lehet, hogy már be van állítva, hogy várjál, igen, elfogytak itt a szobrok. Gyártsa le mindenből ötöt. És mondjuk a nagy szobrokat, vagy inkább a kis szobrokat állítsuk be, hogy ezt mondjuk csinálhatod jádéból is. Acélból ne csináljál szobrokat, mert az nem kell. Acélból ne csináljál szobrokat, de jádéból mondjuk csinálhat szobrot. Úgyhogy Jay kutatni megy. Elég jó állnak a karaktereknek ugye a dolgaik. Hála a magasságos istennek. Te vagy képes Hektort a tisztipekedni? Tudod már el a alkatrészeket. Meg utána... Tárgyázzuk már őket. Akkor nem tárgyázzuk őket.
Építés, mondjuk maradhat egyébként egy falajtó, falapalhoz illik, meg ide is egy ajtó, és akkor így egyébként ezeket is le lehet, ki lehet bányászni, mert nem kellene ezek a tartók. Ide meg majd szintén egyébként a négyes tartásképpen is ugye meghúzom a dolgokat. Ugye itt is majd a szobák lesznek. Úgy, és akkor 1, 2, 3, 4, 5 a beltér, 1, 2, 3, 4, 5 a beltér, és akkor így a falat. Úgy, és akkor itt tudjuk kialakítunk egy teljesen új szobát, ami ugye annyi lesz, hogy először is kap egy padlót, méghozzá kap egy márvány padlózatot. Úgy, kap egy bútorzatnál, kap egy palágyat. Kap egy állólámpát. Ami majd nem oda fog csatlakozni, arra majd figyelnünk kell. Kap egy kapumódot. Van. Kap egy márvány cserepet. Kap ide egy márvány szerepet, meg kap egy mérkő, nem, egy márvány ilyen szerint ide, és akkor így felépülök neki a szoba. Meg ugye a hőmérsékletnél ide kap ugye egy ventilátort, hogy ugye a hőmérséklet egy is ugyanaz legyen mindenki területen. Meg ugye itt gyorsan kérdik, hogy egy kicsit bányászik ki, hogy össze tudjuk rakni a dolgokat. Ugye járda vagy. Márvány szobor nagy legendás. Bakker. Most jó, hogy Lilla ilyen művészet ütletet kapott amúgy. Karakter művészete 11-es bakker. Na, durva. Wow. Nincs húsunk. Jelenleg úgy, hogy hús kéne van elszünk. Ó, nem kell jelen. Van húsunk. Felését vett belőle. Ja, mert ugye be akarnak jönni kajálni, mert itt még van némi kaja. Akkor ilyenkor ezeket a mafalókat, nem, akkor próbáljuk megszerídíteni. Próbáljunk mafalót megszerídíteni. A mafaló, muffalók azok jók. Azok jók lesznek, sok mindenre jók lesznek a mafalók. Lehetetni meg tudjuk őket, ez annyira paraméresen ahol. Igazániból a drometárokat is kiveltem, hogy korlátozatlan helyen legyenek. Simán és simán és simán bejöhetnek, ha úgy van, mert hagyj egyenek. Az állatokat le lehet figyelni, hogy mit egyenek? Na hát ez a legendás mű, ez rohadt jó lesz. Felfeledés, mit fedeztünk fel és hol? Ó, itt van egy másik belső tér. Annyira nem jó, mert most ül ki a szoba. Úgyhogy ezt itt nagyon gyorsan palapalra úgy látok be. De azonnal két ízzel azt a palapalat. Mert különben cumi lesz.
nem. Be kell jönnünk. Oké. Igen. Ki a... ki az állattartónk? Kettes állattartó Wester, mert ő a szakács is, meg minden is. Szeridítsél már egy kis makalót, próbáljuk már meg. Alvó állat nem lehet szeridíteni, hát ez nagyon örülök neki. Nem tartunk dromadáért. Tudom, hogy minden elfagyott, ne szórakozzál velem, tisztában vagyok vele. Na, a Kazuko, hogy áll neked a fogajnál az ellenállás? A maradék ellenállás 0, akkor cseveljünk, megtoboltunk. Annyi, hogy ki a felügyelő, Manabut megkérjük, hogy beszélgessen veled. És ha minden jó megy, akkor te már be is állsz és kész a szobád. Ja, nincs kész a szobád. Nullás ellenállás van, úgyhogy 81%, te nem toboltál sikertelen, akkor... Tudod mit? Akkor nem is kell le. Jó van, viszont ha felkeltünk, akkor dobjunk már neki oda egy szobrot, hogy azért jól érezze magát. Új küldetés, ez mi? Ő egy séf. Oké. Okay. Jó, hát van egy chiefünk. Amivel el is mentek? Ajja, hideg van. Na, ki vagy te chief? Egészségi állapot, a kihűlés ennyi, hát ez normális. Szükségletei, nagyon alacsony elvárásai vannak, karakter gyógyítás 8-as, erőszakra alkalmatlan, állhatatos és viszont fürge. Viszont építésben 7-es, kézművessége 4-es, művészetek 4-es, gyógyításban 8-es. Tulajdonképpen mivel, hogy alkalmas ő is egy ilyen nagyon jó kis takarító lesz, és orvos, mert ő a legnagyobb orvosunk amúgy, csak jelzem. Te ilyen nagyon orvos vagy. Meg iparos, meg takarakodó, meg takarító vagy. Iparos 2-es legyél, rakodó 1-es legyél, takarító 2-es legyél, jó? És akkor építeni is 2-es legyél mondjuk, oké? És akkor felszerelés dolgok, és akkor chiefnek is a 70%-os dolgok legyenek rajta szépen, és akkor nincs meleg ruha chiefnek is, meg téli kabátokat kéne gyártani, vagy illetve mi nincsen egyébként szövet, hanem egy szövetünk.
Az a baj, hogy nekem szövet téli kabátot kéne csinálnom. Rendelés, téli kabátból csinálunk egy darabot, de csak is kizárólag, tehát semmiből, tehát semmiből, csak is kizárólag szövetből csináljuk, jó? És ha van fölkát, akkor mondom neki, hogy mennyi ez a vajon téli kabátokat, hogy tudjanak mit oldani a koronizáim egyébként. Ja igen, csak először még a szobrot leteszed, meg majd kivárja, akkor most ki is a felügyelő. Hát van Malibu, akkor hát Veszten vigyél neki. Akkor Lilla vigyél neki ételt. Csak nem mentek el? Veszten, gyere már ki egy kicsit. Oké. Őt is lőjétek le. Veszten, lőjél már azzal sörétessel rendesen. Oké. Jó, megnézzük gyorsan az egészség, repedés, meg vágás, hogy nincs közvetlen életveszély, nála már van. A két silány íjat, ezt majd összeszedhetjük. És darás! Darás cimbora! Darás cimbora két óra múlva meghal. Darás cimbora két óra múlva meghal. Ő egy egyszerű munkára képtelen, de 12-es lövészet. Egy gyönyörű nudista és kocogó. Hát ebbe az időben a nudista annyira nem jó. Minden esetre én azt mondom Hektornak, aki most nem azt csinálja, akkor kinek mondom? Sheefnek azt mondom például, hogy fogd előtt. Én azt hittem ezek elmentek, de nem mentek el. Már játszok sípa, de nem fogsz... hát tudod mit mennyi. Vidd el. Hát, ha elér odáig. Rajtaütés szabja cápa. Frakcióból. Van egy pisztolyosunk. Meg van egy budogányosunk. Egészségi állat, marihuána függő fakezű. Ő is fakezű. Karakter, földművelés, 10-es szellemünk, a gyártása instabil, de fürge. Ő pedig egy közelharcos, szociális képességekben nagyon jó, csak gyerekkorban van, gyorsan tanuló, közelharcos és fürge. És drogos. Ácsi. Darázs, egészség, nincs ápolás, mivel 8,8 óra, ellátását azonnal előveszed, és ugye én most kézzel fogom bekötni neki a sebeit, de nem fog elvérezni, elvileg. Uh-huh. Egy óra múlva hal meg. Majd utána kap rendes izét, darázs.
Oké, itt majd még itt a lövés. Ugye a szörétes puska azért megszövett őt rendesen. Ó, hát felkészültek nagyon. 7 óra múlva meghal, jobb karján a sebet. Viszont remélhetőleg nem lesz közvetlen életveszélybe, és akkor most már gyógyakérrel ápolhatjuk egyébként őt, ha úgy van. Éhínség. Mennyi lenne? Mennyi lenni? Na, megindult a Szabja cápa nevezetű frakció. Itt már egyébként itt tök jó állam, nincsen még izé, nincsen még megfagyás. Én azért nem izéltem, azért nem... Kutyi. Állatok. Emergenci zónában mindenki, jó? És korlátozások, emergenciben mindenki, jó? Te hogy áll, hogy van neked az egészségi állapotod, jól van, túl fogod élni, és akkor szépen körbe fognak jönni. Ellopja vagy mit csinál? Azt hittem már. Na gyertek be, és viszont azt mondom én, Doriannak, ha már úgy is itt van, hogy gyere be ide. Akkor bejönnek a sújtó csapdákon, átjönnek szépen, majd nagyon ügyesen, és akkor egy halott. Hol a másik? Ja, mert ő meg elmenekült, mert hogy a tetje leesett lábról. Ugye ő meg meghalt. Hát akkor most emberi tetemeket hamvasztani lehet. Tetem elhamvasztás a kettő darabot. Kazuko! Kazuko! Jött Kazu! Megjött Kazu! Kéne szoba. Nagyon kéne az a szoba. Jó, várja. Korlátozások mindenki korlátozatlan marad, állatok korlátozatlan, oké, sziasztok. Na, Kazut sikerült be toboroznunk, itt a srácot pedig, darást pedig rá kéne, ő a... Jaj, annyira nincs jól egyébként, de hogy ő jó kis lövész, nekünk jó lesz ő, de viszont nudista, ami annyira nem lesz fasza. Na, majd valahogy megoldjuk, legrosszabb esetben amúgy eladjuk egyébként. Kapcsoljuk már le. Ha már itt vagyunk. Party! Egy darab téli kabát van, itt egy darab szövet téli kabát, ami jó. Ez ugye hideg ellen 39 védelmet nyújt. Sapka van mindenki, de nekem izé sapka kéne amúgy. Sima sapkát gyártatok le, meg nadrágot, meg pólót. Gyártad lefelé. Gyártad lefelé. De miért például rajtad még nincsen ruha? Mert acél egyszerű sisak van rajtad, azért.
várjál már, meg kéne a felszerelési drogok, ebbe a 70%-on mindjárt felszerelések kezelése, kiválasztás, ezt szeretném. És itt az armort, azt ne vegyük már fel ezt a izét. Az egyszerű sisakot, jó? Hanem hordjuk már a sapikat. Itt egy kicsit a sapkát előrébb hozom, és abból gyártunk le hármat Malibu box korával. Nincs elég alapanyag, hát ez remek. Kéne egy kereskedő, megvan ez a rohadt kereskedő állom, ezt szerintetek jött valaki? Hát nem. Senki nem jön, bakker. Jön már ide pár lámpát, de akkor fogra, hogy nagyon idegesít, hogy ilyen sötét van. Állatokat sikerült be megszerűsíteni amúgy? A shift, te itt mit csinálsz? Aki. Ahogy itt alszol. Épít, nem, mert akkor az összes ágyat mi. Hát pala ágyat csinálunk, pala ágyat. Azonnal ki most az építészünk, a legjobb építészünk Western. De azonnal jött, és ezeket felépíted. Nem érdekel, mit csinált. Szép meg fog halni ott ki. De meg azonnal felépíted ezt, jó? Azonnal felépítesz, hogy kazukó is tudjon haladni, és kell két szoba azonnal. Oké. Okay. Most egyelőre kint alszanak, mert nincs jobb, hogy a két szobát fel kell még kívülni. Nem is kell rájött építenem. És akkor kettő, meg kettő. Remek áldat, két remek áld egyébként, úgyhogy meg egy jó áldat. Úgyhogy őt áttalakítjuk ide. De meg beállítjuk, hogy akkor ez innentől kezdve meg kifé mondjuk. És hát veszem most alszik, de építkezni kell egy kicsit. Látok, egy ilyen fél órát megy még a stream, és utána családi program lett. És annyi, hogy itt a hőmérsékletnél csinálok egy...
és egyelőbe lehetne fűteni, de kettővel fűtjük be majd itt a dolgokat. Meg nyilván az energiánál fog kelleni nekem egy ültéket. És akkor mindenki tud bent aludni. Nagyon jó, és akkor szépen van most már állam, és tudunk normálisan főzni. Fegyvertelen vadász kazukó, mert lövészete van egy kevés, akkor neki sörétes kéne adni, de nincs már sörétes. Gyerteni kéne még egy sörétes puskát, és tudok még valamit? Hát is már vannak dolgok. Könnyű géppisztoly. Amúgy gyártsunk egyet, úgyhogy neked meg is adom a feladatot, hogy gyártani majd fölkelti. És ugye be is állítom, hogy itt csak is Malibu gyártatja a dolgokat. Most úgyis milyen iklete van neki? Műtét. Műtét iklet, mert az nagyon kell neki. Ez itt, én nem is értem amúgy. Nincsen izény. Nincsen szövetünk. Mészkőből építünk, de nincsen mészkövünk se. Úgyhogy kicsit mészkövet kéne. Nem is mészkővel csinálom, hanem most itt hanem márványból, mert legalább a márványom van, viszont fa sincs. De mindjárt szerzünk fel. Ja, és akkor várj, hát beosztását el is felejtettem itt kazukót beosztani. Orvos, egy is orvos, de ne legyél orvos. Hát felügyelő az lehetsz mondjuk. És viszonylag jó a szociális képességet, te is lehetsz felügyelő. Állattartás ne elő, ne főzéssel röltesd. Bányászni bányászhatsz. Iparos lehetsz, követő faragni tudsz. És takarító kutató kombináció fogod betölteni. Darázs, hogy vagy? Karakter jó, fogolyként egyébként 26-os ellenállása van, úgyhogy meg is kérjük ki a felügyelőnk, Malabor felügyelőnk. Malabor mindent csinál, ő egy nagyon nagy csóna. Egy gyarmatos részben Hector. Már Hectorkám, te mit tudsz csinálni? Elég sok mindent tudnál csinálni. Mennyi rakodni akkor egy kicsit tegyen? Kicsit kibekedjük. Mondjuk bányász mindenki lehet. Lassabban jutott ki a követ. De bányászgatott. Bányász feladat mindig. Maffalókat be kéne tímelgetni, de nem akarják az igazat. Foglalkozunk amúgy. Ó, még egy mestermunka. Egy fakomult mestermunka, basszus. Cím, halál, no, 1150 x 5501-et írjunk tetre.
Kicsit lemaradtál főni, nem? Ó, jó minőségű, meg jó minőségű. Mik lehet szerint? Dorian. Azonnal állattartó vagy. Mert egyébként egy olyan ember kapta, akinek csak három. Felügyelők lehetnek többen is. Csak hogy így biztosan menjen a kópja. Vegyeskerő karaván érkezik. Nagyon jó. És ugye nekünk a felügyelők közül, nekünk megint marimikámos. Van huskyjai, az a baj, a huskyk azok nem labradugrik. Na most már ugye Malibu-nek tízesen tényleg kis tízes egyébként. Hát én már fel kell, akkor menjen tény. Na kereskedjünk a srácokkal. Na neki kéne a labradudli. De neki is csak nőstény, mindegy csak nőstény, ebben csak nőstény állatok vannak. A hímeket eltörölték. Alfa, patkányhús, meg alfa hóthús. Alfa hóthús kell, jó? Gyerekek, van egy legendás szobrunk. 800-é. Eladtuk a szobrokat. Fala úrna. Van egy árulámpájuk. Repertumban jó. Gassarosz. Sok láncsa. Penicillin 30. Acél van. Sülük 8 darab. Rá tudom adni egyébként a rossz állapotban lévő dolgainkat. Ez is mehet. Ez meg silány, azért mehet, ez is silány, azért mehet. Normál, színszövet ing, az is mehet mind a kettő. Bőrtéri kabát, normál 98, az még maradjon. Esetleg szövetetek van? Sima szövetük, van szövetük. Azonnal kérem az összeset. Még mindig én kapok tőlük 755-öt, tehát hogy rohadt jól állunk. Fejlett alkatrészük nincs, alkatrészük viszont van. Tudnék-e adni esetleg nekik érte cserébe valamit? Ha kérem az összes alkatrészeket, akkor én fizetek. Viszont tudnék adni nektek még, amiért jól fizettek, mondjuk rókabőrt, medvebőrt. Égbőrt, sima bőrt, kutyabőrt és hiperszövetet, mert ezekben nem tudok semmit kraftolni már. Neutron, amint azt nem adjuk el, tejet, egész jó árban vagyok, tejet feladjuk. Meg rizst tudnék nekik adni, mert mondjuk az meg kell az állatoknak. Jó lesz nekem ez így, jó? És akkor fizetek nektek egy kicsit. És akkor cipekedjetek, srácok. Hordjátok be itt a dolgokat, kérlek. Hordjátok be a dolgokat, és akkor veszed meg is kérdik a két ízdere. Mert várjál, előbb fát kéne vágnunk. Vágtuk már a sűrűt, azt letesszük, kis. Fát vágni. Ha én erre ránézik, tehát ki tudod csapkodni?
Nem képes a beosztás. Most már képes vagy rá. Úgyhogy azt is kicsapod. Tehát kis barátom azt kicsapod. Tenne azt is, tenne azt is, tenne azt is. Tenne azt is. Okes. Na Veszter drágám, milyen izét fogsz építeni? Biliárdot tartok. Közben én meg valami kutatást... Legyen szőnyeget, építünk szőnyeget. Tenne az bonzi le. Közben egyébként itt neki már 17-es az építése. Iszonyat durva. De még mindig nem jött amúgy idé kereskedő. Meg majd megvesz a szőnyeg akkor egy idő. Ja. Energiával, hogy állunk tökéletesen amúgy. Darázsnak, hogy áll a 26-os, nem mindig. Ne vetkészted le. Itt neki kajánlít ennek. Na Western, te mit csinálsz? Te most ne főzzél már, szépítj már fel, hogy legyen fent szórakozás. Na nézzük, milyen izét csinálunk. Nagyon jó amúgy a biliárdasztal. Biztos fel fogja dobni majd a szobát. Meg ha már itt vagyunk, akkor építményekből palapalra leszünk befejezzük. Na, márvány biliárdasztal. Jó minőségű, nagyon jó. És falak-falak készül, majd ezt készül, majd ezt készül. Hektor, neked, te nem vagy képes az erőszakra. Pedig te most ott vagy. Kellemetlen. Lilla. Lilla csak béna. Kazuko, Kazuko kettes lövészet. Akkor használd ezt a géppisztolyt, Kazuko.
Na gyerek az. De lehet, hogy nekünk kéne, úgyhogy most Kazu, ezt mit szólnál hozzá, hogyha közel 30 évnél, de csak üld le. Oké, okay, akkor Kazu el. Fogd előtt. Oké. Okay. Jó, mi kell még itt nekünk? Sok tőkabát, nadrág, póló. Nem. Oké, okay, darás közben amúgy lehet, hogy el fog érezni. Úgyhogy lehet, hogy Jaynek megmondjuk azt, hogy már igen, már csinálja. És lehet, hogy ide kéne. Daráskám, 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 daráskám. Ellenállás törvény meg nálad, jó? Menjenek el. Ha nem tetszik nekik a rendszerben, nulla fok van. Úgyhogy mi hamarabb meg kéne építeni. Jó, hogy itt már megyünk fölment a hőmérséklet. Így van, tisztani hullan. Nagyon jó. És még itt három szoba. És akkor jó lesz. Itt mindig ronda ez a terület, mint az állat. Hőmérséklet, ide még mindig kell valami. Felállítunk ide egy kicsi normál, kicsi jó szobrot. Nagyon kéne, nagyon jó szobot tettünk. Kakaót ezt szeretjük. Egy kakaót kutassuk ki. Gyapott rizs elfogyott. Ahogy itt? Ahogy itt is mi lesz? 12 van? Közbe kéne kapcsolni. Azonnal hektorkám. Ne kapjál már jó kaját amúgy. Jó lenne, mert jó kis lövés.
Azért tud dolog jó, rakodni egy takarítani nem jó, hogy mondjuk nyúdista, tehát de amúgy el akarom adni. 400 ezüst az ér, hogy menni. Na, a szobát épít, de azt is építhetnéd. Jó, hogy még azért nem megy, mert ezt még itt nem építettet fel a félkignáltal. És padlózunk egy gyorsat, még hozzá bármány padlóból. Már vágyunk még van valamennyi. Egész kínos. Western, ikletszenítés. Beosztás. Western, legalább állat tartunk. Igen, és 12-es, akkor most te. Te most mész. Bakker. Beosztás, építés, parancsok, betakarít. Akkor mondjuk Hector, te menjél és vágd a list. És ugye Western kapta most a felépítés, igen. Kezdődik baj lenni egyébként december 1-ével. Nagyon kéne egy kereskedő bakker. Kaja kell, kaja kell. Baj ugye vannak az állataink, de... és sokat esznek, és nem tudjuk megtervelni nekik, amennyi kell. Hogy van itt a naptár, tavasz, áprilisban jön. Fó, még most télben van, még nem tél van. Most kezdődöttem, hogy figyel tulajdonképpen. Igazán. De egy hidropónikus növényágyát kell csinálnom. Nehogy leomoljon itt közben. Építés, bútorzatnával a kvartalán tényleg, akkor hát ide egyet be tudok rakni valahogy majd így. Ja. Pont egy fog ide beférni le itt akkor. Majd körbe rakjuk ilyen hidroponikus ágyásokkal, ugye van 65 darab izénk, alkatrészünk, az jó lesz. De 53 kajánk van, és nagyon kell ez az idő. Nagyon kéne ez a... Ugye...
Oké, okay, állatok, sarki nyúl, ezt... a sarki nyúl engem nem érdekel, őt levágjuk. A megszerűzült egy muffaló közben. Az jó, megszerűzült egy muffaló. Te milyen muffaló vagy, akkor megszerűzült? Te hím vagy, akkor kéne meg egy nőstény muffaló. Hol vannak a muffaló? Elmentek a mafalók. Jó, a dromedárokat meg le fogjuk vágni. Nem tudok velük mit csinálni a két műszténnyel, addig amíg nem szereti, szereti meg a egyiket. 29 éves is levági. A két labrador fog maradni. Ja. Az egyik dromedárt levágjuk, nem tudjuk őket etetni. Szia, Show, meddig tart a stream, még 5 perc. Várjál, ha ennek kéne a körzete. Jó, és akkor tudok építeni így... tervet. De fontos, hogy ezek még benne legyenek a quartz lámpában, azért csinálom ezt. Így. Egyelőre elég ennyi lesz. Elméletileg azt mondtam, hogy 19.00-ig tart, úgyhogy eddig fog tartani. Hát most az állatokat le kellett vágni, hát nem tudtam róla mit csinálni, egy pár darabot sajnos muszáj volt, hogy levágjak. Darázsa, hogy hogy állunk, mennyi ez egy 17-es a... Jó, parancsok, betakarítunk be, mint a szél, úgy betakarítunk, mint az állat. Majd ezeket le fogjuk kapcsolni, majd megnyertük, hogy ők hogy fognak termelni. És itt még építmények, itt még falafalva leszünk felhúzni. Egy falajtót teszünk ide is, hiszemak. Meg álló lámpán akarok rakni egy pár helyre. Meg kéne szőnyegedni, nagyon sok szövetbe kerül. Parkettelni kéne ezt a szobányba, majd kell hozzá rengeteg parkettelni szobány. Parancsok, fát vág, ezt kivágod, kivágod, ezeket mind kivagdassuk. Ezeket még sajnos nem tudjuk, de azt a kettőt is még ki, már ki tudjuk.
Menjetek fát vágni, srácok, hogy kell a fa. Sőt, még itt is kell a fát vágatni, pedig ezt is kivágod. Kell a fa, mert ezt le kell parkettázni, srácok, amúgy van az. Itt egy nagyon csili szobát kell létrehoznunk, amiben még ráadásul kell behúzni egy energiavezetéket. Mert bútorzatnál különbözően egy gyáró lámpa. Meg telebőrparasztók, vagy vékony bőrparasztók, nem tudom, hogy milyen parasztéket csinálunk, jó lenne. Mondjuk teszünk le nekik egy palasztat, mit szóltak hozzá, de egy ilyen kicsit csak, és akkor hozzá palasztékeket, vagy hát palász nem akkor a acélvasztékeket, teszünk ilyen bárszékeket. Nem az, de hogy azt teszünk hozzá. Na, nem állunk rosszul, nem mondanám, hogy rosszul állunk. Már nekünk meg kell nézni gyorsan az egyen energiát. Mi az, ami? De azt akarod, itt megint nincs meleg ruha. De mi nincsen rajtad? Bőrt éli, kabát szövetünk, szövetcsapka, bőrnadrág. Jó, mondjuk az a bőrt éli kabáttal van amúgy a probléma, de mondjuk kényszerítsük ennek a viselésére. Jó, akkor már csak kin nincs. Már csak Kazukón és Chiefen. Kazukó, te meg 25-et viseled ezt. Mert rajtad meg amúgy mi nincs, neked is bőrt élik a váltadon, ugye ez nem szigetel olyan jól. Jó, és akkor elméletileg most már csak az a bajuk, hogy nincs kitatás, de azon mindjárt segítünk, egy kis mondjuk... egy kis páncélgyártással. Remélem, hogy kúzba fel lehet egy téma. Tata, így kell parkettelni, srácok. Talabor így van benne, köszönöm. Úgyhogy 19, ugye 21 fok lesz benne folyamat. Ültették bele a rizst. Ugye nem mindegyikben rizset fogok ültetni. Majd tanítsuk be engedelmességre azért. Ó, nagyon jó valami fa, mint igen a csőben. Nincs meleg ruha. Senkinek nincs meleg ruhája. Ez azért van benne mínusz 42 fokon, és ez egy ilyen nagyon durva határ. De ez ilyenkor, ilyenkor ez alap lesz, hogy nincs meleg ruha. Na darás, hogy állsz? Fogolykám. 12-es rabszolgár, 2000 dollár. Kevés az étel, de látod, ebben tisztában vagyok. 35 kaja van. Jó, Jay, gyere, hívjunk már fel valakit. Mit tudok velük kezdeni? Nem sokat tudok.
kezdeni, akkor mondjuk tárcsázzuk a csorda nemzetet. Akkor tárcsázzuk mondjuk a ellenség, ellenség, semleges ellenség, tárcsázzuk őket. Vagy szövetség. Ők velük 20-11-ek vagyunk, de itt az a baj, nem tudok... nem tudok neki küldeni se semmit meg ilyesmi. Múlt a sétek rizzsel szépen nőnek, nőnek. Nem rossz amúgy, 24-27% már. Energiába, hogy bírjuk. Nagyobb kérdés meg is tett, hogy nem nagyon gyorsan tudjuk el. Szépen lassan jön a kaja, de akkor is kevés az éten. Hőmérséklet nem rossz. Kaja kevés, és nem jött még egy teti űrhajó. Nincs elég a cél, kellemetlen. Ez kellemetlen. A roppant kellemetlen. Hogy azt mondja nekem a játék, hogy nincs elég a cél. Itt van, csak oda ki kéne menni, és oda nincs kedvem kivenni. És van egy kis acél tellér még. Itt is. Körülbelül sac per köbő. Atya, vegyes kereskedő. Kereskedő hajó. Jay! Azonnal! Oké, van amúgy. Vannak kakasok meg tyúkok. Az tojás miatt amúgy az nem lenne rossz egyébként. Van 23 egyszerű étele. Jó, tehát minden kaja kell. Oké? Viszont kéne neki adnom valamit 4000 dollár értékben. Ami hát... nem fog menni. Az biztos, hogy nyilván le kell majd csökkenteni a dolgokat. A bőrtéli kabátokat eladjuk. Ezt is eladjuk. A bőrnadrágot is most eladjuk. Nyáriból van 500 valamennyi,
Jay! Félre nyomtam, gyere vissza! Jó, tehát. Kár neki egyedül a mafaló érdekli, őt megveszünk a kaját, megveszünk tengeri malac, vaddisznóhús, inkább vaddisznóhús vagyunk, tengeri malac, ennyit, 610 vaddisznóhús veszünk. Megveszünk az összes húst inkább. 12-ből, tevebőr 23, mondjuk abban még kijön valami. Nem eladjuk. Gyógyszert nem akarok neki eladni. Penicillin sem, acélból nincs. Járéból adunk el neki. Adok el járét neki ahol. Pácse. Eladjuk neki a... az... izét... a bőrtéli kabátot, a három darabot, mert nem kell. Színszövet nadrágot se adjuk, két darabot, mert nem kell. Eladjuk az összes szobrunkat. Húst, és lenyúlják a tengeri malac húst. Hol a mester munka szobor amúgy? Jádéból készítettek, ugye? Fából nem készítesz, kőtömbökből, aranycélból se, jádéból készítesz szobrot, mert az értékesebb, oké? És itt is, semmiből se készített, csak jádéból készített. Lilla? Lilla, ugye te vagy a kis idén kis művészünk. Gyerünk, hadd szóljon. Gyorsan gyárts el még egy üzét. Látogató. Ó, de jó, kis adnak amikor egy csomó szarvas. Ó, nem. Ó, szarvas telnek! Vadászunk. Sőt, nem is így. Nem, maradhatom úgy, de hogy... Jay? Beszélgess a csávóval. Oké, mi van nálad? Ó, őt érdeklik a dolgok. Ő érdeklik, van nála 6 túlélő csomag, de érdekelne. Van nála 6 darab gyógyszer, szintén érdekelne. Tudok-e érte valamit adni? Vadászpuska, sörétes, dobódárdák, nem? Vadászpuska normál 2 darab, eladjuk. És eladunk neki például még mondjuk aranyat. Ennyi arany volt. Remek sisak. Eladunk neki acél sisakot normált. És így. Na és akkor az összes olyan ember kell, akik fegyverbe fogható. Te nem vagy képes, kazukke nálad van. Ide jössz. Lilla, nem. Hector, nem. Vester, nem. Te is ide, bár jobb lenne neked, de amúgy Western előtt felvenned egy jó vadászpuskát, és csak azután jönni ide ki. Úgy, te is kaphatsz egy vadászpuskát, ami nincs, most adtuk el. És hogy te jó leszel a revolverrel. Jay! Szintén jön, és Dorian, ő nem jön. Na menjen az idő, ezt még gyorsan levadászok ezt a pár állatot, mert kell. Aztán megyek. Sziasztok, lesz ma árk, nem lesz sajnos. Sajnos ma nem lesz, akkor én nem ér rá, és ugye úgy lett megbeszélve, hogy egyedül nem játszok. Thank you.
Oké, és mindenki megfog egy állatot, és szépen becipeli. Ó, várjál már. Ketten még egy kicsit... De miért nem cipel? Ja, mert nem képes rá. Oké, jó. Nézzük be az állatokat, ez azt jelenti, hogy van húsi. Ó, nagyon jó, mert csak zöldség kéne, de itt megnő a rizs. És itt meg ki tudom adni a betakarító opciót. Nagyon jó, meg itt is ki tudom adni a betakarító opciót. Nagyon jó, darázs hogy állsz? Darázsnak a fogoly szintje 8,3-os az ellenállása lassan jó lesz. Hector, ezt cipeld már vesz a kettőt, jó? Majd ha azzal megvagy, akkor cipeld vesz az 54-es üstöt is. Oké, nagyon jó, király. Azt mondom, hogy tök jók vagyunk. Itt kérdés az, hogy itt fogy az energy. Jaja. Várható volt, hogy fogy az energy, úgyhogy nagyon gyorsan építenem kell az energiánál még egy geotermikus generátort, bekerültem a rendszerbe. Ugye ez rengeteg fém. Rengeteg fém ez a geotermikus generátor, ez az egyetlen probléma. Semmi baj, mert itt még tudunk bányász parancsot kiadni, itt még úgy látom, itt még van egy kevés vas. És akkor Westert meg is kérjük, hogy kezdje el ezt majd készíteni, és akkor srácok, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Igazándiból ennyi lett volna mára. Legközelebb folytatjuk. Itt igazándiból ki akarok mindent tanulni. Nagyon jó lenne mondjuk... jó lenne még pár dolgot megcsinálni. Például ugye majd a fejlett... fejlett dolgokat, ugye ezeket a fejlett laborasztalt vissza kéne kraftolni ugye ezt helyére, ez ugye lehet, hogy be fog kerülni majd, mit tudom, ide vagy bárhova, mint a meleg ruhára sikítozik, de ugye nagyon hideg van. És ebben most már elkezdhetnék egy gyapotot. Ó, jött egy mentőkabin. És ez enemy. Ez enemy. 9 óra múlva meghal, egyébként nincsen vele probléma. Ő egy szuper immunis, protézis imádó, szorgalmas dolog, ami a munkatemből 35%-a, és egy tök jó kis szellemi munkagyógyító, csak ő is még gyerek, 19 éves. Viszont én azt mondom, hogy Malibuval, hogy fogd el őt. Őt is elfogjuk. Igazániból nincsen vele probléma, hogyha ilyen. Acél megvan, alkatrész kell, és akkor meg lesz egy időnk is nagyon jó. Jó, van annyi acélunk, hogy ezt befejezzük. Bőven. Úgyhogy veszem már egy kicsit is. Úgyhogy igen.
Igazándiból én lemondó vagyok, hogy tényleg nagyon jól állunk. Tudom, hogy vannak ezekre gyors gombok, csak így annyira egyszerű. Kazukra egy picit, mert ez 4 óra múlva meghal, úgyhogy valaki esetleg ellátja. És fogaj, mint úgy ellenállás megtörése. Megpróbáljuk betölni, még egy ember, nem baj az, ha sokan vagyunk. Van munka. Legalább a szociális képességünk nő egyébként. Úgyhogy mindenféleképpen pozitívum. És Hector, két hidrát elrajzunk. Építs fel a villanyászati dolgokat. Építs már fel, ne szórakozzál velem. Ez a manuszka. Ez a manuszka, úgyhogy én el is köszönök, és akkor a legközelebb a következő stream az nem tudom mikor lesz, és akkor folytatjuk, jó? Na. Közben Manibu kapott egy olyat, hogy toboldó, és egyébként ha megnézitek, be fogom fejezni most már, ha megnézitek, akkor a Manibu az nagyon jó kis felügyelő, úgyhogy ő most itt nagyon durván be tud toborozni embereket, úgyhogy két, úgy néz ki, két emberrel fogunk gazdagodni pluszba, úgyhogy, ja, na, szevasztok srácok, találkozunk holnap! Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.